Szerdán hajnali 3 óra környékén érkeztek meg a vajdasági szociáldemokrata liga jelöltjei a tartományi képviselőházhoz, hogy átadják a VSL tartományi jelölt listáját. Állításuk szerint azonban nem tudtak bejutni az épületbe, mivel a szerbiai szocialista párt biztonsági emberei az útjukba álltak. Az incidensről Dragan Andrić, a VSL szabadkai szervezetének elnöke annyit mondott, hogy ez is bizonyítja, hogy Szerbiában még mindig előfordulnak a 90-es évekre jellemző történések. Privatno obezbeđenje socijalističke partije Srbije sprečilo je poslanike i poslanice Lige socijaldemokrata Vojvodine da uđu u Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine prilikom odlaska da bi se lista predala. O ovome postoji fotodokumentacija, postoji videozapis i obaveštena je policijska uprava u Novom Sadu i naravno izborna komisija. Urényi Tibor, a párt szabadkai alelnöke hangoztatta, hogy a VSL 26 éves elvei és programja továbbra is a régi. Törekedni fogunk arra, hogy a vajdasági autonóm tartomány minden egyes polgára jó érezze magát környezetében, és élvezze azokat a jogokat, amelyeket a tartományi ingerenciák és a felhatalmazások, fennhatóságok esetleges megvalósulása hozhatna nekik. A VSL, a Nenad Csanák vajdasági szociáldemokrata liga emelt fel a fejednével indul a tartományi választáson.